Egy jobblábas lövés a labda a kapuban megszületett a Móra a labdarúgó kupa első gólja. Hagyományosan a kispályás focitornával indul a Móra napok rendezvénysorozata, ezúttal két korosztályban 8 csapat lépett pályára. A futball egyébként is meghatározó az iskola életében, több NB1-ig eljutó játékos, például a Spari jelenlegi kapusa, Rabina Alex is a Mórában ismerkedett meg a sportág alapjaival. A gyerekeink nagyon szeretnek futballozni, Besegyi Gyula kollégámmal fogjuk át ennek a programnak az egészét. A gyerekek nagyon szeretik, és az a célunk, hogy innen a szakosztályok felé irányítsuk a gyerekeket. De nem csak a fizikai, hanem a szellemi gyarapodásra is nagy hangsúlyt fektetnek az intézményben. Emelt óraszámban tanítják az angol nyelvet, több mint 2 évtizede tartanak sakkfoglalkozásokat, és kiemelt zenei képzést is kapnak a diákok. Akkreditált kiváló tehetségpont vagyunk, és ahogy mondtam, Móra sok tehetségű volt, és mi is ezt kínáljuk a gyerekeknek. Sok-sok tehetség területen próbálhatják ki magukat iskolánkban, és ez a gondozó munka mellett azt is jelenti, hogy gazdagítjuk a személyiségüket, iskolákba hozunk programokat, külső helyszínre visszük. Tehát mindenképpen az, hogy megtalálják az értéket magukban, és mi is azt a kincset keressük, ahogy Móra mondta, a gyermekeinkben, ami egy nagyon jó útra való. A nyolcadikos focistaként a Nyíregyháza Spartacus korosztályos csapatában szereplő Máté Zalán a Vasvári gimnáziumban szeretné folytatni tanulmányait. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ebben az iskolában járhatunk, és hogy képviselhetjük a Mórát a Móra héten, különféle rendezvényeken, és például a teremtorna kupán is, meg különböző versenyeken, amiben meg tudjuk mutatni a tanulmányai eredményeinket is. Az 1995-ben elindított egyhetes rendezvénysorozat számos programot kínál a diákok számára. A legismertebb és a legtöbb résztvevőt vonzza a Móra Matek megyei matematika verseny, és talán a labdarúgó kupát is ide mondhatom. Ezek nagyon ismertek a gyerekek körében, de fontos megemlíteni az angol akadályversenyt, a sakkfesztivált, a Móra Garabonciás regionális gyermekszóló néptánc találkozót, a kincskereső prózamondó versenyt, a gyémántcseré prizeverseny és a Színegek király természetismereti vetélkedőt is. A Móra napokon az iskola 800 diákja mellett mintegy 200 gyerek vesz részt a vármegyebeli iskolák képviseletében.